Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Star Stable videóban. A mai videóban beszélni szeretnék a Star Stable-nek a ma behozott újításáról, ami a szerverekhez való belépéskor igazából egy segítség, vagy hát kinek hogy. De nem is húzom tovább a szót, vágjunk is bele a videóba. Mikor bejelentkeztem a Star Stable-be, akkor azt vettem észre, hogy valami új funkciónk van, és hát gondoltam felmegyek a Star Stable honlapjára, és ott elolvasom. És ugye, amint észrevettem, ez november 21-i, és el is olvastam, és amit említettem, ugye ez egy új funkció, ami annyiból állna, hogy ugye amikor túlterhelt a szerver, akkor kiszokott dobálni játékosokat, ugye, mert hogy már nem férünk el, és most ez az új funkció, az a jelentkezési sorban állás, ami nem más lenne, mint hogy ahelyett, hogy kibedobálna téged a játék, ahelyett kiírja egy szép kis üzenetben neked, hogy hogy most túlterhelt a szerver, és akkor kiírja, hogy hányadik vagy a sorban, hogy mikor tudsz belépni a játékba, de ha ez túl hosszúnak tűnik, akkor pedig igazából szerintem ez a legegyszerűbb módszer, hogy akkor megpróbálkozol egy másik szerverrel. Oda is írták, hogy a te döntésed, szóval igazából ki is várhatod, és amint kivárod, be is csatlakozhatsz. Ne feledd, a legtöbb szerveren elég hely van arra, hogy bármikor csatlakozz, amikor szeretnél. De vannak népszerű szerverek, úgyhogy ha forgalmas időben szeretnél csatlakozni, lehet, hogy sorban kell majd állnod. Ebben az esetben tudni fogod, mi a helyzet, azt is tudni fogod, hányadik helyen állsz, sőt, te magad fogod tudni eldönteni, mi legyen a következő lépés. Nekem ez a újdonság, amit behozott a Star Stable, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Szerintem jó dolog, mert velem is már történt olyan, hogy túl volt terhelve ugye a DR, és hát ezért is jöttem át egy kevésbé forgalmasabb szerverre, ugye a CM-re, szóval igazából ez az oka ennek az egész szerverváltásomnak is. Szóval most tökre örülök, hogy ezt behozták, és legalább akkor nem kibedobál a Star Stable, hanem igazából akkor kapunk egy üzenetet, hogy sorban állunk a bejelentkezéshez. Ez ugye mind szép és jó, de ez, ennek az egésznek van egy hátránya is. Mégpedig az, hogy nem is hátrány igazából, hanem mondjuk, hogy behozták ezt az úgymond frissítést, akkor miért nem hoztak be inkább még egy szervert? Tudom, ez sokkal több munka, meg minden, de szerintem jobb lenne még egy szerver, ahol így eloszlana így a tömeg a játékosok között, szóval akkor már is nem kéne ez a funkció. De szerintem jó, hogy behozták, ha már egy új szervert nem. Írjátok le kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek erről az egész dologról. Sziasztok!